Nagy szeretettel köszöntöm a Sláger FM visszapillantó című műsorának nézőit, illetve hallgatóit. Egy egészen különleges vendég érkezett hozzám ide a tizedik rész alkalmával, aki mountainbike al teker, országúti kerékpárral teker, rekumbenssel teker, tehát fekvő biciklivel. Egy pár évvel ezelőtti interjújában egyébként elárulta, hogy nagyjából negyedmillió kilométer már ott van benne, amit a nyerekben töltött. Elképesztő számok. Maratoni futó minden mellé, természetesen evez, kajakozik, sárkány repülőzött, és tulajdonképpen minden olyan eszközt kipróbált, amivel potenciálisan az életét veszélyezteti. Hogy a Visszapillantó című műsorba ő hogyan is kapcsolódik bele, mutatnék egy könyvet, ami tulajdonképpen a hát, a fél, vagy inkább az egész gyerekkoromat meghatározta. Ez az autórevű, látszik, hogy egy kicsit már viseltes. Ebben minden betűt körülbelül 15-ször kiolvastam, ezt két hetente vettem újra elő, és itt egy név szerepel rajta, Karlovic Kristóf, mert hogy ő a vendégem. Szervusz! Szervusz! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örömmel! Mivel érkeztél most a stúdióba? Villamossal. Tehát tömegközlekedünk, ez az időnek köszönhető, hogy tömegközlekedéssel jöttél, vagy, vagy most éppen ez volt soron? A városban egyre frusztrálóbb, gyötrelmesebb autózni eszembe se jutott volna. Ezért a városi közlekedéseimet vagy többek közlekedéssel oldom meg, vagy egyszerűen elfutok néhány kilométert, és azzal megvan a napi edzésadagom. Nagyon finoman fejezett ki magadat. Az elfutok néhány kilométert, ezt úgy el tudjuk képzelni, még kettő-három kilométer mondjuk a boltig elkocogok. Amikor az interjú időpontját beszéltük meg, akkor beszéltünk először telefonon. Nagyon furcsa volt a hangod a telefonban, és mi kicsit csodálkoztam is, hogy biztos minden rendben van-e akkor mondtad, hogy a beszélgetés végén tetted hozzá, hogy egyébként most futsz, tehát, hogy mindent megbeszéltünk, csak hogy hát most éppen futsz, hogy nem a legalkalmasabb. Azt mondtad, hogy a, a belvárosból elfutottál a Szépvölgyi útra, mert ott volt egy megbeszélés, és azt mondtad, hogy erre a távra nem indított be az autót. Így De van. Ez így van. De ez nagyon érdekes. A, a, ennek, ennek azért filozófiája van. Igen. Az, hogy bringa, az, hogy futás, az, hogy kajak, ezek, ezek, napi szinten meg vannak minden évszakban? Valamelyik a három közül minden nap. Könyörtelenül minden nap. Azt mondod, hogy könyörtelenül, azért ez, azért ez nehézség is akkor, nem? Hát én inkább az lenne nehézség, hogyha kihagynám. Igen? Tehát, hogy már nagyon húz reggel, hogy mondjuk elindulj? Nagyon, igen. És Igen, hogy, hogy képzeljük el azt, hogy tehát hogy felkezd reggel, mondjuk ez a tehető? Szeretek lustálkodni, gyakran, gyakran fél ötkor kelek, de néha, hogyha komolyabb túra van, akkor, akkor kettőkor vagy még korábban. Kettőkor, és akkor már indulsz is a nyilván a vak sötétben. Igen. Igen. Igen, hagyunk erre időt, tehát, hogy ezt így feldolgozzuk. Ez valami egészen hihetetlen. És akkor mondjuk a kajakot azt hogy képzeljük el? Tehát amikor beszéltünk telefonon, akkor említetted, hogy már január vége felé a 220 kilométeren már túl vagy idén. Lemész a Soroksári Dunaágra, vagy, vagy hogy kell elképzelni ezt? Felfújható kajakot használok, amit én neveztem el léghajónak, és ez már meg is gyökeresedett a vizitúrázó körében. Ezt össze lehet hengergetni akkorára, hogy belefér egy hátizsákba, evezőjével, mentőmellényel, minden tartozékával. Például elmegyek vonattal Komáromba, ahol rögtön a vízparton van az állomás, és lejövök Pestig, az Árpád hídnál kikötök, és hazamegyek villamossal. Ez mennyi időt vesz igénybe egyébként? Mennyi le, lejönni mondjuk Esztergomból? Esztergomból az egy, egy kicsit több, mint egy nap, akkor akkor a Szentendrei-szigeten valahol ö, ö, éjszakázok. Aha. Ja, de, hogy... de, oh. de, de gyakran sátrat sem állítok. A felfújható kajakban nagyon jól el lehet feküdni, és ott töltöm az éjszakát, és még reggel sötétben elindulok. Mitől függ az, hogy, hogy mondjuk éppen a vasútállomást vedd célba, és elindulja a kajakkal a hátadon, vagy mondjuk kerekezz egyet, vagy, vagy elmenj futni? Az ihlettől és az időjárástól. Tehát reggel jön, jön egy érzés, nyilván megnézed a meteorológiai előrejelzéseket, Igen, hogy mire Igen. számíthatsz. Igen, ha eső, eső akkor, akkor futás. Aha. Ha orkánszerű szél, mint mi nap volt, akkor nyilván nem szállok vízre. De hát akkor mondjuk azért a bicikli is veszélyes, nem? Akkor inkább futás. Akkor inkább futás. Egészen hihetetlen. Hát azt mondjuk itt a könyv kapcsán már nyilván a kedves nézők azért hogy nagyjából tudják, hogy kiről lehet szó, de hát a magyar autós újságírás legnagyobb alakja vagy. Ezt bátran kielenthetjük. Hon... Bocsánat, hogy közbeszólok. Annak, amit most mondtál, a jogi kategóriája szédelkő túldicsérés. <laughs> már min minősített eset, eset lettem. Én ezt vállalom, én ezt vállalom, minden, minden felelősséget vállalok. Az, hogy gépészmérnökként végeztél, onnan ez egyenes útnak tekinthető, hogy, hogy te autós szakújságíró lettél? Szerencsém volt az egyetemen, Ahova autórajongó gyerek voltam, és később is az maradtam, ezért autógépész bérnök szakra mentem. De ott kiderült, hogy nem igazán ez való nekem, hadilábon álltam a differenciál egyenletekkel. Beláttam, hogy legjobb, hogyha nem én tervezem az autót. <laughs> és, De már akkor e, rögtön felvettek dolgozni a közlekedéstudományi intézetbe, ott voltam tudományos munkatárs, a szervizházó hálózat fejlesztésén e, e, dolgoztam, például a 60-as, 70-es években dolgoztam ott, és a személyes főnököm dr. Nádasi Antal lett. A magyar autós újságírás nagy alakja, aki az igazán szakszerű, eh, exakt eh, tesztelést és, és a tárgyalagos eh, autós újságírást eh, mondhatni, hogy ő új honosította meg a Technika című újságban, és ő biztatott, hogy írjak én is, és ebből a Másodfoglalkozásból idővel főfoglalkozás lett. Arra emlékszel, hogy mi volt az első ö, már úgymond ö, ö, autótesztnek vehető írásod? Melyik volt az az első, vagy mi volt az első típus, amiről írtál? Az első cikkem körülbelül 52 éve jelent meg 1970-ben. Az egy gyári sajtóanyag alapján készült, arról, hogy a Ford eh, nagy nyerte akkor a szafári rallit, és arról írta eh, a sajtóanyag alapján egy, egy kis cikket. Hogyha visszamegyünk így a 60-as, eh, 70-es évekbe, akkor eh, azt tudjuk, hogy Trabant volt az első autód, eh, ezen talán nagyon nem kell meglepődni, hát nyilván abban az időszakban olyan hihetetlen nagy választék nem volt sokak voltak nyilván ugyanígy Trabanttal, mint első bálozók. Amikor már lehetett szabadon vásárolni, és lehet mondjuk, lehetett mondjuk típusok közül, nem csak KGST típusok közül választani, akkor Karlovic Kristóf zsebében az égő adikkal azt mondta, hogy na akkor erre teszem le a voksomat. Mi volt az az autó? Hát két Trabant után, amelyekkel e ez, ez, ez kimaradt az első sportfelszorolásból. Hegymászó voltam sokáig. Elnézést. A magas tátrában és az alpokba is jártunk ki hegyet mászni. Természetesen Trabanttal. Nem és volt más, és, más nyilván, igen? Igen, nem volt más. Aztán utána vettem egy 1003-as kockaladát, és az első nem... Szocialista gyártmányú autóm, egy Nissan Vanet kargó kis furgon volt, ötszemélyes. Nekem az autó kizárólag haszonelveknek kell, hogy megfeleljen. Abba belefért hátra több bicikli, akármilyen felszerelés, kényelmesen lehetett ülni benne, és engem sose érdekelt, hogy divatos, vagy nagy teljesítményű, vagy sportos autóm legyen, és volt aztán még egy e, Nissan vanet, és utána pedig e, 17 évvel ezelőtt vettem egy Fiat doblót, aminek szintén nagy a csomagtartója, nagyon praktikus, kényelmes, célszerű autó, és a mai napig az az autónk. Hát azt mondod, ö, autós újságíróként, szakíróként, hogy ö, ki tudod zárni az érzelmeket, akkor a, az autóvásárlási döntéseidből. Nem, nem tudom kizárni. A Ladát is szerettem, a Nissan Vaneteket kimondottan szerettem, és a Fiat Doblót nagyon szeretem. Mindig, ha belők, szeretettel megszorítom a kormányát, és köszönök neki. Van nevük egyébként, vagy nevük nincs? Az egyik Trabantnak volt átkozott, mert az sokszor bedöglött. Hát ez mondjuk érthető, igen, akkor innen, innen a névadás. Érdekes, akkor azért ö, annyira sok autó nem volt, tehát ö, te nem. tudatosan ö, használod az autókat, illetve akkor hosszabb távra tervezel. Igen. Tehát megvan, megvan, ez a racionalitás. Érdekes, ö, rengeteg cikkedet, írásodat olvastam, és... Ö, és az utóbbi időben az autoszektor.hu-n van ugye egy rovatod a gondolatjel, és ö, ott jó néhány ö, írásodat elolvastam, és ö, Kibontakozott azért a fejemben, illetve egy le, le tudtam nagyjából egy ilyen képet festeni magamban, hogy az a fajta racionalitás, amit most is említesz az autóvásárlásokkal, vagy az autóvásárlásaiddal, vagy választásaiddal kapcsolatban, ez tulajdonképpen egyfajta ilyen edukatív része is a dolognak. Tehát azokban az írásokban megvan, az a vonal, hogy aki ezt elolvassa, gondolkozzon el, és használjuk az autót úgy, amire való, és olyan autót használjunk arra, amilyen, amilyen felhasználási oldalaink vannak. Tehát, hogy célzottan, a célzottan azt használjuk. Igen, igen, ez így van. És e, most, hogyha végig tekintjük ezt, a, ezt az 50 évet, akkor elején nagyon korlátozott volt a, a felhozatal. A Trabant, Moszkvics, Lada, Skoda, Vartburg ezek, és ezt nagyon korlátozónak éltük meg, de azóta kinyílt előttünk a, a, a világtermelés piaca. De az a meggyőződésem, hogy az autóipar fejlődése tökéletesen, Fals torz irányba megy, mert manapság az a fő problémánk, hogy túlépesedik az emberiség, túltermel túl és túlfogyaszt a, a fejlett országok régiója, és, és a fenntarthatóságot nevezzük meg legfőbb célunknak, de ezt nem 200-400-600 850 lóerős, most jelentek éppen a, a sajtó hogy egy, egy német elitmárkának a három betűs almárkája 850 lóerős autót hoz ki 85 millió forintért. Biztos, hogy zöld rendszámot fog kapni, mert hibrid, e, valami 650 lóerős benzinmotor, 200 lóerős villanymotor, e, 85 millió forintba kerül, és biztos vagyok benne, hogy nem az ilyen autók, de még csak a, a közönséges prémium autók közül se a 400 lóerős rendszer teljesítményi hibridek, amik mindegyike 200 fölött megy jelentősen, amikor a német autópályát leszámítva Európába sehol se szabad 130 szál többel menni. Szerintem egy ilyen autó megvásárlása és használata nem kiáltvány, hanem ordítvány, Üvöltmény, hogy teszek a fenntarthatóságra. Ráadásul, a, ugye ezt, ahogy említetted, a milyen érdekes, pusztán az az egy magyarázat már teljesen zárója beteszi az egészet, hogy a, igen, a német autópályák bizonyos szakaszait kivéve mindenhol sebességkorlátozáson Európában, és a 130 km per órás sebesség tartásához, hogyha jól tudom, hát talán 35 lóerő, vagy 50 lóerő, vagy valami hasonló, nyilván egy ilyen adott exakt számról van szó, annyi tökéletesen és megfelelő. Igen. És az a, az a gondolatom, hogyha az EU-nak csak ugyan szívügye lenne a fenntarthatóság, akkor nem azon kellene lovagolnia, hogy benzinmotoros helyett villanymotoros, szuperluxus, fölöslegesen nagy teljesítményű autók legyenek, hanem hogy fogjuk vissza a pazarlás topzódását. Na, nagyon ég a, itt most az egész téma, minden irányból. Aki, aki abszolút nem foglalkozik az autózással, az is belekerül, és, és valahogy, valahogy érintkezik biztosan ezzel a témával. Ebből a szempontból nyilván nagyon nagy a, e, hogy mondjam, nagyon nagy a merítés, amiből autós újságíró tud dolgozni. Hogyha visszamegyünk a 60-as, 70-es évekbe, hát azért az lényegesen csendesebb időszak volt. Mikor volt jobb, vagy mikor, mikor jobb autós újságírónak lenni? Én az autózás fénykorának, csúcsidőszakának a, a 60-as éveket tartom, mert akkor már olyan autók voltak, amelyek némelyike 300 fölött tudott menni, de már jó futóművel, jó fékkel, jó gumival, és a akkori prémium autók, például egy Jaguar MK2-es Limuzin, e, micsoda sportos autó volt, és akkor még ördög sem hallott sebességkorlátozásról. Magyarországon csak a 70-es évek közepén vezették be az általás, általános sebességkorlátozást, addig csak annyi volt, hogy városban legfőjebb 60-nal szabad menni, de nem mérte senki, mert nem volt mivel. Hm. És az országúton annyival ment valaki, amennyi a csövön kifért. Az a szinte a mai fogalmakkal nézve üres országúton. Voltak benzinkutak, voltak szervizek, volt minden, és aki akkor megvette egy jó autót, azt kihasználhatta szégyenkezés és lelkiismeret furdalás nélkül, senkinek nem jutott eszébe, hogy ez veszélyes, senkinek nem jutott eszébe, hogy ez környezetszennyező. Tiszta lelkiismerettel boldogan használhatta az autóját. És ha most valaki megvesz egy, egy, egy kiváló e, e, hibrid vagy elektromos prémium autót 20-30 millió forintért, azzal csak annál örjétőbb a dugóban állni, annál örjétőbb betartani a sebességkorlátozásokat, és brutálisan büntetik, hogyha, e, hogyha egy civilautós videózással vagy egyébbel törbe csalják. Szóval azt mondod, hogy az volt az aranykor. Az volt az aranykor, igen. És emlékszem az, az első igazán jó, fantasztikus élmény tesztelésemre. Ez 1983-ban volt. A BMW-nek természetesen volt valami nagyon szerény kis képviselete Magyarországon, az Interág cégnél, és volt egy nagyon szerény kis szervize is az Óbudai Shell benzinkútnál. Volt ott munkakapcsolatom, és ezek levajaszták Münchennel, hogy most, amikor családommal kimegyünk Németországba Trabanttal, tetején a Kenúval, hogy a Fekete erdőtől végig lejöjjünk, akkor Münchenbe vártak minket, hogy, hogy Jöjjek be hozzájuk. Ilyenkor le kell küzdeni egy erős német kifejezéssel Svellen angstot azaz kü küszöbb félelmet, hogy én ide besemerek lépni, úgyis hmm. kidobnak, rögtön rájönnek, hogy nem ide való vagyok, a micsoda pompázatos épület, meg, meg, meg stb. Hmm. De hát vettem egy nagy levegőt és beléptem. Lejött a sajtóosztály vezetője, egy hölgy, kezemben nyomott egy fantasztikus ezer funkciójú svájci bicskát, mint apró ajándékot, ez volt az első sajtóajándékom, és egy kulcsot, itt találom a kocsit, kint, holnap hozzám vissza, tele van tankolva, de üres tankkal is visszahozhatom. Egy BMW 635 CSI kupé volt, Manapság már teljesen nevetségesnek ható 286 lóerővel. Manapság családi prémium libuzinok sokkal erősebbek ennél, de akkoriban ez egy óriási szó volt, egy nagyon sportos kocsi volt, és kimentünk vele autózni a hegyekbe, a Bajor-Alpokba, az autópályára, mindenhova, és annyira élveztem, hogy a a kis nyomorúságos száz dollárunkból tankoltam bele, csak, hogy, hogy, még mehess. Hogy, hogy, többet lehessen menni, és micsoda élmény volt, mikor a, a Garmis partenkin herenni autópálya belső sávjában botorkált egy autós kétszázzal, és én levillogtam, lehúzódott, és oda nézett, hogy mi ez, ami így megy el mellette, és azt kellett látni, hogy akkor kapcsolok föl ötödikbe. Hát azért ott volt egy kis kontraszt akkor, hogy megérkeztél a A, 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 a 26 óra és Trabantból ültem át ebbe. Ezt megírtad egyébként? Hogy ne írtam volna meg? Megírtam a technikába, és vannak olvasók, akik még mai napig emlékeznek ennek a tesznek a hangulatára és, a, és az erejére, hogy ez, ez, milyen volt? Viszont ez hiha, a szőr fel akarom, a teki a hideg hirázat. El tudom képzelni azt, hogy igen, és a 80-as jövő, és kinyitom a technika szaklapot, és egy magyar írás szerepel benne, egy BMW 635-ös tesztjéről tulajdonképpen, vagy az élmény leírása, tehát, hogy azért szerintem sokakban az irítség azért munkálkodott. Hát könnyen lehet. Igen. Kollégáknál volt ilyen? Nem, nem tapasztaltam. Akkoriban nagyon kevesen foglalkoztunk ezzel. A 90-es évektől szaladt meg, amikor egyre másra jelentek meg újságok, külföldi kiadók is behatoltak Magyarországra, és akkor a motorpresszéhez hívtak. Először a a motorrevű, motorkerékpáros újság alapító főszerkesztője voltam, aztán megvették a, a autómagazint, és akkor annak lettem a főszerkesztője. És akkor már rendszeresen jártunk külföldi sajtóutakra, mert hogy ment el előtte a munka? Például, mikor a közlekedési közlekedés tudományi intézetbe dolgoztam, ott egy nagyszerű könyvtár volt, mindenféle folyóirat járt oda, angol autókár, francia automobil, német autó, motorunt, sport és minden egyéb, és ezeket mind olvastam, azokból vettem a cikk témákat, megírtam, és hogy, hogy lett hozzájuk illusztráció? Hát nem tudom, képeket hogyan... Az újság elő? szerkesztősége kirepróztta az újságból a képeket. Borzalmas lopás volt, de a, ez, ez erről valószínűleg tudtak is nyugaton, de legyintettek rá. Nem foglalkoztak vele, igen. Hát <laughs> így lehetett megoldani, gondolom. És akkor 90-es évektől elkezdődtek a meghívások a külföldi sajtótakra, autóbemutatókra, tesztelésekre, téli abroncs próbákra a lapföldön, és, és és én nem csak személyautókkal foglalkoztam, hanem teherautókkal is. Kamionokat is vezettem Spanyolországtól Svédországig. Egészen hihetetlen. Hogyha még lehet, hogy nem tudom, hogy időben hová tehető, ezt majd te mondd meg, hogyha már a 90-es évekig is eljutottunk. Volt olyan pillanat, vagy, és ha volt, akkor az mikor volt, vagy mikor a tehető a te 50 éves karriered során, amikor már ö, gyakorlott, sokat látott autós újságíróként azt mondtad mondjuk egy modellre, vagy egy, vagy egy új fejlesztésre, hogy hoppá, itt most le lett téve egy pont, és valami új kezdődik, és valami, valami, valami formabontás történt a, a, az autó technikában. Volt ilyen pont, amikor azt mondtad, hogy új fejezetet nyitunk? E, régen ilyesmiről nem is volt e, szó. A Citroen például teljes csendbe kihozta a cápát, a DS és az ID19-et légrúgózással, egyküllős kormánnyal, magasra helyezett hátsó indexekkel, e, avantgárd formával, szuperkényelemmel, eszükbe se jutott olyan hangzatosan reklámozni, mint most azt, hogy egy autógyár a fekete helyett krómozott hamutartó fedelet tesz a kocsiába. Igen, pont, pont ez a akartam, amikor én megfogalmazod a benne ez a kérdés, pont ugyanez jutott eszembe, hogy egy az, hogy, hogy, most már a modellciklusok is ugye rettenetesen le vannak rövidülve, ugye még azt megfelezik egy facelifttel, valóban kicserélünk egy zongoralak feketére egy belső elemet, és a fényszóron még egy kicsit cicásítunk, vagy húzunk rajta, és hihetetlen csinadrattával bemutatjuk az új, a felfrissített legyen szó akármilyen, bármelyik középkategóriás autóról. Ennek a célja az, hogy erkölcsileg, design szempontjából minél hamarabb elévüljön az autó, és minél előbb cseréljék le az emberek, és járjunk hozzá az, a dobdel autó korszakához, és az őrületes pazarláshoz és szennyezéshez. Hány millió autót kell Európába évente kidobni? emiatt. Ahelyett, hogy rámentek volna a hosszabb élettartamra. Persze arra is rámentek, a 70-es években vezette először a Porsche, utána az Audi és, és aztán mások is, a mindkét oldalon tűzi horganyzott lemezből préselt és összeponthegeztett karosszériát, mert addig három út után kezdtek pár kilukadni az autók a rosdától. De ez a folyamat szépen lassan visszafordult, nem? Visszafordult, igen. És, és most, hogy eh, hogy meghúzták a lélekharangot a belső égési motoros autók fölött, hány tízmillió kocsit kell majd lecserélni, mert kitiltják a városközpontokból, egyre eh, több administratív intézkedéssel nehezítik meg a használatát kényszerítve, erőltetve, hogy álljanak át villanyautóra. És akkor ezzel a őrületes autó tömeggel mi lesz? Nagyon különleges a, a, a szakmád. Így ö, 50 év után, amikor ezt látod, és, és alapvetően egy tök derűs valaki vagy, de hát azért valahol ö, ez, ez, ezek egészen borzasztó dolgok, ami történik önmagában az autózással, vagy a hagyományos értelmében vett autózással, amit, ha kimondok, mindketten ugyanarra gondolunk, és szerintem még a nézők közül is nagyon sokan. Tehát, hogy ez itt valami rettenetes átalakulóban van, és, és hát az irány az. Megkérdőjelezhető. Kérdéses, igen, igen. Finoman szólva, ez, ez milyen érzés neked? Ha találkoznék a jó tündérrel, és felajánlaná, hogy megfiatalít, most 78 éves vagyok, akkor elhajtanám. Hm. Nagyon szép életem, nagyon érdekes életemre pillanthatok vissza. Ez alatt többet változott a világ mint a honfoglalástól Ferenc Jóskáig. Többet változott a világ. Bejött a tömeges motorizáció, nyugaton is csak az 50-es években. Bejött az automobilizmus, az individuális mozgásszabadság fantasztikus érzésével, és kitárult a világ. Aztán bejött a számítógép. Én még mártogatós tollal tanultam írni. Bejött a számítógép, bejött a mobiltelefon, bejött az okostelefon, bejött a közösségi média, és ezeknek óriási előnyeik vannak, ugyanakkor veszélyeik is. Hogy a utóbbit említsem csak, addig valamilyen mértékben hozzáértő emberek írtak könyveket, említetted ezt, a, ezt az autótípusok könyvet, akkor, és azt olvasták az emberek, és abból művelődtek. Alapjában olvasással lehetett művelődni. Most viszont a közösségi média lehetőséget adott ember milliók, milliárdok kezébe, hogy bocsánat a kifejezésért, egymást hülyítsék. Teljesen ellentmondó információk vannak, nagyfokú intelligencia és műveltség kell ahhoz, hogy valaki kiválassza a helyest a, a téves és rossz indulatúan megtévesztő információk közül, és, és ez az egész világ nagyon ö, sok tekintetben ö, rossz felé megy. Én nem szeretném azt megélni, ami 20-30 évulva következik. Hmm. A nemrég járt nálam itt a stúdióban Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, illetve a becsületes nepper kettejükkel beszélgettünk, és, a, és a Gábor fogalmazta meg ezt, hogy, hogy na nagyon elébe szaladtunk itt mindennek. És, és ezt lehet, vehetjük a, akár az autózás terén is, tulajdonképpen az egész világ mozgása rettenetesen felpörgött, és, és milyen érdekes, hogy itt összekötöm azzal, amit te említettél, hogy a honfoglalástól mondjuk a század előig nem történt annyi minden, mint az utóbbi száz évben, tehát, hogy valami egészen hihetetlen, hogy, hogy mi vagyunk túl, és ezt egész egyszerűen evolúcionálisan nem tudjuk követni. Tehát, hogy, hogy egyszerűen én 31 évesen is azt érzem, hogy amikor ülök egy napot a gépnél, nyilván a számítógépnél dolgozunk, itt folyik a rádióban a munka, telítődik egész egyszerűen a fejem attól a rengeteg információtól, és, és nem érzem, tehát diszkomfortos a, a helyzet. Tehát 50 év munka után, amikor eb, ebben a pörgésben kell, mert hogy ugyanúgy aktív vagy, tehát ebben a pörgésben kell neked dolgoznod, és utána járni információnak, és, és egy másik autóteszt, hogyan nézzünk utána, mi történik, ezt te hogy bírod? A mindennapi sportolással. Igen, ezt mondjuk. Én el akartam tenni, igen. hogy Egy-két egy dologban már rákérdeztem, hogy hogy bírod. Tehát, ugye, az, az, az is nonszensz. Szerintem az a, a feladatunk, hogy szépet találjunk, mutassunk és adjunk másoknak egy csúnya világban, értelmességet közvetítsünk egy hülyülő világban és jót tegyünk egy, 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 romló világban. Ez az írásaiban, ez látszik. Tehát ez az árspolitika, ez, ez, ez tökéletesen látszik nem gondolkodtál azon, vagy nem kerestek meg például, hogy, hogy akkor tessék, nyissunk az internet felé, és Karlovic Kristóffal csinálunk egy mondjuk olyan sorozatot, videós sorozatot például, vagy olyan autó bemutatót. Ilyen, ilyen és ambíciód van -e esetleg, vagy, vagy, vagy kerestek, vagy, vagy ez valahogy teljesen elkerült téged? Én erősebb olvasó és író típusú ember vagyok ez nem nagyon merült föl. Annak idején persze szerepeltem autós TV műsorokba. például a Dömsödi Gábornak voltak autós műsorai, meg megszólaltam többször a Petes Pistának a csúcsforgalom rádió adásában. Voltak ilyenek is, de ezek csak apró kitérők voltak. A fő a, az, az írás. Elsősorban, tehát a, a, az írása, hát az érdemes olvasgatni a cikkeidet, bár 2022-ben a fiatalokhoz szólva, hát nehezen tudom elképzelni, vagy sajnos azt látom a példán, hogy, hogy egyre kevésbé olvasnak, és, és teljesen más kép rögzül, más kép fogjuk fel, hogyha egy, hogyha egy, hogyha egy írást olvasunk. Rengeteg autóteszten vagy túl. Számoltad, számoltad egyébként? Mert nagyon komolyan, tehát egy németes, precíz ember vagy, tehát hogy azért nagyon komolyan számoltad, akár a megtett kilométerekre is érthetjük ezt. Számoltad egyébként, hogy hány autón vagy túl? Vagy hány jár művön? Nem, 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 számoltam, és a külföldi sajtóutakat sem. Volt sok év zsinórban, körülbelül 20 év, amikor évi átlagban 25 volt. Sajtóút? Igen. Te jó Gondol, meg. külföldi sajtót rendszerint két-három naposok. Gondold el, hogy nyáron a nyári szünet alatt uborka szezon van, a karácsony január első felében úgy szintén. Ez, ez havi átlagban négy vagy öt sajtóutat jelentett, minden héten egyszer vagy, vagy kétszer is. Ez egy őrületes ö, ö, őrületes, megterhelő, még akkor is az volt, amikor nem volt ellenőrzés, röntgenezés és kínzás a 2001-es iker ledöntések után, és amikor nem volt még Covid, hogy előtte PCR-tesztet kell beszerezni, és maszkot kell viselni, és ha az ember elutozik valahova, könnyen ott ragadhat. De ez, ez még akkor is egy óriási terhelés volt. Bocsánat, azon somolygogtál, hogy most elmondod, hogy milyen óriási terhelés volt, és milyen mennyiségű, és el tudjuk képzelni, ez egy normál embernek, egy földi halandónak valóban hihetetlen számok ezek, amiket említesz. Azonban én egy-két történetet hallottam. Tehát, hogy olyan ö, sajtóutak, például mondjuk Svájcban, vagy Franciaországban, vagy Olaszországban, ahová Karlovics Kristóf kimegy egy kis podgyásszal, valamint egy nagyobb bacska podgyásszal, amiben történetesen egy két kerekű foglal helyet, és csak oda kéri a repülőjegyét. Hogy is történik ez? Hát ez úgy történt a legjellegzetesebb. Most azonnal fölteszek, a nézőknek egy találós kérdést, amelyet kicsit később meg is válaszolom, de addig tüdődhetnek rajta. Hol van Európa a Kaukázust leszámítva, tehát a hagyományos értelembe vett Európa legmagasabb aszfaltozott útja? És ez Granada fölött, a Sierra Nevada-ban van, a Pico Veleta nevük csúcs, eh, eh, 3400 méter magas. Oda autó út vezet föl, mert ott, ott eh, csillagvizsgálók vannak, meg, meg eh, TV eh, felvételi pontok a síversenyekhez. Na és ezen még nem voltam biciklivel. Ezt a tűrhetetlen állapotot be kellett szüntetni, és a renault volt egy Megán Kupé bemutatója Granada környékén. Te már dörzsölted a tenyeredet, gondolom. Dörzsöltem a tenyeremet. A Charles de Gaulle repülőtéren kiszálltunk, hoztuk a csomagunkat, mindenki a kis gurulós táskáját, én pedig a, a mountain bike és a, ott, ott vártak a, a Renault espace a zselézett hajú, nyakkendős, elegáns euh, rönós fogd megek, hogy átvigyenek minket Roassi repülőtérre, ahonnan a chartergép indul. Döbbenten látták, hogy egy bicikli van. <laughs> a szemük se rebent, berakták a autóba, elvittük Granadába, és a, vég, a program végén elbúcsúztam a többiektől, a civil táskámat egyik, egyikük hazahozta, én pedig ott maradtam a biciklimmel, fölmentem a Pico Veletára, közben találtam is szállást, különben a sziklák között kellett volna kuporognom fagyos éjszakán, de valahogy nyitva volt egy kis hostál, fölmentem, másnap le a tengerpartig, ott is megszálltam, aztán elbicikliztem Malagára, és a Renault akkori sajtófőnöke, Harmad Csaba átiratta a repülőjegyemet onnan haza, és föltálltam a gépre, és hazajöttem. De volt olyan eset is, amikor hazatekertél, ugye, sajtóútról. Igen, ez, ez, ez már fekvőbriggával volt a, a 2008 környékén, a Fordnak volt egy programja a Siena mellett Toszkánában. Levittem a, a fekvőbringát, és a szálloda mellett ott, ott, állt, egy vidéki szálloda volt, egy volt tanya rendeztek át. Ott állt a Ford nagy parti sátra, ami, ahol a műszaki embereik dolgoztak, az autókat ápolták, tartották karban. Ott Összeszereltük a, a biciklit, ami volt róla véve, és másnap hazindultam e, bringával. Egy, kettő, három, négy, öt nap alatt hazaértem. Hát ez sima ügy, hát. <laughs> Kollégák ilyenkor, e, ilyenkor mit? Nyilván hát a har második, harmadik ilyennél már vállukatra se rántják, tehát hogy nyilván ismernek. Hozzászoktak, hogy nem vagyok normális. Azzal vigasztalom magam, hogy nincs is unalmasabb a normális embernél. <laughs> Ez... Értem, de azt mondod, hogy ezzel vigasztalod magadat, de ezért azért vastagon elé bemész azért ezeknek a dolgoknak, tehát hogy, a, hogy, hogy önmagában az, hogy elinduljon az ember, én egy párszor letekertem a Balatonra, meg körbetekertem a Balatont egy nap alatt, meg nem tudom tehát hogy ez az én sportesítményem a csúcsa, tehát ez valami egészen fantasztikus, hát a lábad nyomáig nyilván nem érek ezekkel, a, ezekkel az eredményekkel, de hogy a, ennek a megszervezése, ennek a, a, az egészségével nek a, 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 az hogy bevállaljam tehát hogy azért ehhez egy nagyon nagyfokú vagányság kell, mert hogy mondod, hogy hát éppen nyitva volt pont ott egy hostel, tehát meg tudtál szállni, de egyébként meg a sziklák között aludtál volna, vagy valahogy úgy aludtál volna. Tehát érdekes, hogy egy kicsit ilyen, mint hogyha ilyen ö, két, ö, két, nagyon ellentétben álló oldalad lenne, az egyik része a, vagy az egyik oldalad az a németes precizitás, az a le van írva, ki van találva, meg van írva, a másik része pedig egy ilyen, nem is azt mondom, hogy egy ilyen hebrencs szinte, de hogy ez a, majd történik valamit. Ez, 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 hogy fér össze ez Nagyon a Nagyon jól mutattál rá, hogy az ikrek jegyében születtem. Ja, köszönöm szépen, igen. Ez valami ez, ez érdekes, ez, ez hihetetlen bátorság kell. De van egy egyszerűbb is. Mindenhova, ahova kimegyek évtizedek óta, ott van a táskámban a nyúlcipő, és ott futok. A a várost sokkal jobban megismerem, páris boulonyt, meg mindent bejártam. A tengerpartokat Svédországban a befagyott tavon, meg, meg, meg az minden. Az akabai öbölnél szikla, kopár csúcsokon futottam. Fantasztikus élményeket szereztem. Mindenütt futok. Hát és ugye, igen, amit említesz, mert a, még a bringán is, az is teljesen más, összesen hasonlítható, mint hogyha autóval közlekedne az ember, de futás közben valóban egészen meg tudja az ember jegyezni is akár azokat a dolgokat, tehát sokkal jobban rögzül, mint hogyha mondjuk tényleg elszágul nyilván a táj mellett. Igen. Ez, ez, ezek, ezek élmények maradnak nincs egy fajta ilyen szabadságvágy, ami, ami tüzelti valahol belül, amitől, amitől ilyen nyughatatlan vagy? Ne van, de van, igen, természetesen. Hogy hova megyek egy adott napon futni, a Börzsönybe, a Pilisbe, a Budai hegységbe, a Gerecsébe vagy a Vértesbe, azt aznap reggel döltöm el. És a, amikor mondjuk leszállsz a vonatról, vagy úgy megérkezel, akár most, hogyha a kajakra is értjük, uh, mi, milyen az érzés, amikor mondjuk a vizen húzol egyet, vagy elkezdesz futni? E, autót vezetni, egy jó autót vezetni, öröm. E, bringázni, futni, kajakozni, boldogság. Értem. Azt hiszem, hogy ezt megválaszoltad kiül az arcomra az idvezült boldog Vigyor. Uh, ugye egy interjúban, az egy pár évvel ezelőtt készült az az interjú, valad egy ö, ö, szakmai tárgyú interjú volt, ha jól emlékszem, akkor ott a Szentendrei út, 11-es út kerékpáros ö, fejlesztésekkel kapcsolatban, és ott elejtettél egy mondatot, hogy azért így negyedmillió kilométeren túl vagy már te bringa nyergében. Ez mennyiben változott? Hol, hol jár most a skála? Az összeset nem tudom pontosan össze kéne adni, de fekvőbrigával 14 éve járok, és azzal 153 ezer kilométer jött össze. <laughs> Szép. Hát tavaly biciklivel futva és, és kajakkal valami 12-13 ezer kilométert tettem, meg autóval körülbelül 3 ezred. Hát igen, az a 15-20 ezer kilométer, amit említesz, vagy 15-18 ezer kilométer, igen, hát az mondjuk egy ö, egy szép futás teljesítmény mondjuk egy átlagos használat során, egy, egy autónál. Én, igen. én sokkal kevesebbet megyek autóval. Egy merénylettel készültem ellened, ö, mert hogy ö, még amikor már én tudtam, hogy eljössz, és elfogadtad a meghívásunkat, akkor egy-két barátodat, kollégádat én felkerestem. És az a merényletem ellened, hogy, illetve hát ellenük is az volt a merényletem, hogy egy-két kérdéssel az interjú végén téged támadjanak meg. Úgyhogy, úgyhogy most kapaszkodj, na nézzük, Lesznek benne visszatérő elemek, hát rögtön itt az elsőnél. Balázs Viktor. Bringa futás, autó. Ha 2022-ben a három közül csak kettőt választhatnál, mi lenne az? Bringa futás, autó. Így van. Bringa és futás. Hmm. Az autót el tudod engedni. Igen. Igen, mondjuk nagyjából már értem, készülünk igen. az autó utáni életre, feleségemmel, készülünk rá, hogy el fogjuk engedni az autót. Nem lesz autóm. De nem ö, okoz neked szívfájdalmat? Nem, nem, egy, egy, egy picit, mert nagyon szeretem az autómat, de át fogok állni autómentes életre. Hölgyeim és Uraim! A legnagyobb autós szakújságíról beszélgetek, csak hozzátenném, hogy gondolkozzunk el ezen a mondaton, amit említettél. Ismételten szédelkő fel, Na nézzük tovább a kérdéseket. Tóth Milán, az autóipar fejlődéséből személyesen megélt, mondjuk úgy több mint 50 év távlatából, Mit gondolsz, hogy fog kinézni a közlekedés, milyen járművek lesznek tömeghasználatban 30 vagy 50 év múlva, milyen lesz Budapest utcaképe? Vátesznek kellene lennem, hogy ezt meg tudjam válaszolni. Ugyanis az autó és az autózás, nem akarom szándékosan használni a fejlődés szót, hanem alakulását beleillesztve kell látni a nagyvilág folyamatokba, a túlnépesedésbe, a migrációba. A környezetszennyezésbe, az éghajlatváltozásba és a jó eséllyel velünk maradó járványokba. És most akkor nagyon jól hangzana, hogyha kidülleszteném a mellemet, és kijelenteném, hogy Budapesten 50 év múlva minden autó villanyautó lesz, és és ezek legalább 500 lóerősek lesznek, és legalább 300 kilométeres sebességre képesek, és, és, és mindenkinek lesz autója. Hát persze ennek a tökéletes ellentétek fog megvalósulni. Ahogy említetted azt, hogy ti már a feleségeddel készültek az autómentes életre, az, hogy ti tudatosan készültök erre, és nyilván valamiféle szívfájdalommal, de, de el tudod engedni, és racionálisan belátod azt, hogy ez a helyes döntés. Valószínűleg ez egy kicsit könnyebben elfogadható, mint ami majd tételezzük fel 20-30-50 év múlva. Mint kényszerből. Mint kényszerből ránk vár, és, és, és akkor bizony muszáj lesz. Ha úgy elengedni, mert nyilván kénytelenek leszünk, az valószínűleg egy kicsit fájdalmasabb ügy lesz. Egyébként ehhez hozzáfűzöm, hogy nagyon komoly felmérések szerint a mai fiatal generáció egyre kevésbé kötődik az autóhoz, egyre kevésbé akar saját autót tartani, autómegosztó szolgáltatásokra gondol, meg, 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 meg egyebek, kevésbé fontos neki, hogy saját autója legyen, mint az apukájának és a nagyapjának volt. Tehát ez, ennek példáján viszont akkor meg könnyebben el tudja engedni adott esetben, ha úgy Igen. Aha. Igen. Érdekes. Az autózás fénykorán, aranykorán túl vagyunk. <hül> Na nézzük tovább a kérdéseket. Fentebb említett Dombóvári Gábor. Mikor érsz már oda? Ezt kérdezi tőled, mert hogy állítólag egy megbeszélésre nem is annyira régen, állítólag elfelejtettél elmenni ez lé létezik. Ő váltig állította. Állítólag egy megbeszélést. Sokáig odáztátok, és végül nem mentél el. Elég szórakozott vagyok, és ezt nehezen tudom elképzelni. Néha, néha cserben hagy a memóriám, nagy ritkán előfordulok, előfordul, hogy valamiről megfeledkezek, de tényleg ritkán. Ja, ez, jó, akkor én most itt követ dobtam a tóba, ezt majd igen, igen. lerendezitek a megbeszélést. Viszont egy egy érdekes dolgot ő még említett, hogyha csak elkezdem a részleteit mondani, kíváncsi vagyok, hogy mikor folytatod a történetet. 850-es BMW. Igen. Motorháztető. Illesztési hézag. És még egy, egy kulcs szó, ugratás. Igen így már megvan. Igen, ez már a 90-es években volt, az automagazinnál volt egy 850-es BMW kupé, és a gerecsében van egy út, egy kis rövid egyenes szakasz, egy, a közepén egy bukkanóval. Egy kis fölfutás, és egy elég kis rádiuszú tető, és utána lefelé. És ezen, hogyha olyan 120-szal rámész, nagyon megkönnyebb, megkönnyebbül az autó, kirúgózik teljesen, de hogyha 140-nel mész rá, akkor egy jó hosszú repül. És ez történt itt is, ezzel a BMW-vel, és, és a, egy kattanást itt kinyílt a gép teteje. Ott elől látszott egy, egy kétszentis sötét csík, és a, BMW-nél el is szörnyedtek egy kis rajta. Mert ugye ez a címlapra került, ez a fotó, Cím címlapra ugye? Címlapra került, kicsit, kicsit el is, el is eh, eh, meg is rökönyödtek rajta. Uh, utólag belátom, hogy igazuk volt. És utána... Nem szabad ilyen példát mutatni olvasóknak. Ez hiba volt. Belátom. Viszont ennek a, meg is ad a levét ennek a dolognak, mert ugye utána a BMW, hogyha jól tudom, akkor írt egy levelet, és hogy a tesztautót egy ideig nem kaptatok, vagy nem kaptál a BMW-től. Nem, nem, nem így volt, nagyon elsímítottuk a dolgot, megbeszéltük, és a BMW sajtós hölgyével, a, ugyanazzal, aki, akitől annak idején a 630 Igen, igen, igen átvettem azzal nagyon jó kapcsolatban voltunk később. Tehát sikerült De elsimítani mértékben. a dolgokat. Igen. Na, 140-nel a gerecsében ugratunk, <laughs> csak hogy úgy, hogy el tudom képzelni a dolgot. Uh, megyünk tovább. Csikós Zsolt. Uh, ő, ő rendesen uh, megragadta a ceruzát. Uh, több kérdéssel is készült neked. Uh, Hány 2000 méter feletti hágot tudnál ma megmászni a rekun ülve pupu? Kérdezi. Eh, erős a gyanúm, hogy egyet sem. Pár évvel ezelőtt még a Mangart útra a Szlovéniában fölmentem 2000 fölé, meg Ausztriában is egy 2000-es eh, csúcsra, eh, nagyon meredek utakon, de azért én már csak arra törekedhetek, hogy lassítsam a hanyatlást. Ö, nem is vonz, már nem vagyok de... olyan erő, erőnlétben, én már nem is vállalkoznék rá. De ezeket kipipálta tulajdonképpen, tehát, hogy azért... Hát az ezek... Alpok és a Pireneusok valamennyi 2000 méter fölötti hágóját megjártam már. Ez, ez ki van pipálva. Még az utolsó szóra térünk vissza egy pillanatra, mert hogy Pupu a neved, Áruljuk el a kedves nézőknek, hogy miről szól. Én behoztam egy vizet ugyan neked, de mondtad, hogy erre nem lesz szükség. Én iszok közben folyamatosan. Te Teve alkatú vagy tulajdonképpen, ugye? Igen, Innen a Pupu. Igen. Igen, innen a pupu név. Ráadásul nem is aféle nyiszlet közelkeleti vagy észak-afrikai egy pupu teve, hanem két pupu hatalmas, erős, klímaálló, a góbi sivatag teleit elviselő két pupu teve vagyok, aki két púpot hurcol az élet rögös ösvényein. Természetesen feleségemről és lányomról van szó, és nagyon ritkán kap inni. Ezt megmagyaráztuk. Ez hogy a tevesors. Teve Ezért a nikkem sportkörökben, baráti körben, mindenütt, meg az internetes csoportokban, Facebook csoportokban, vizitúra, meg egyéb csoportokban, a pupu a nikkem. Pupu, pupu Becenéven. Még maradunk Csikor Zsoltnál. Ő, 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 ő szintén föltett egy olyan kérdést, mint Balázs Viktor, hogy választ, választanod kell egy Alfa 1600 GTA-val egy teljes nap a Nürburgringen, három nap tekergés a Dolomitokban biciklivel, öt nap vadvízi a tátrában, vagy egy rettenetesen szélfutta, nedves, hideg túrázás Svájcban minden este kandaló tűz előtt, ingyen, üveg, általad választott bármilyen minőségi borral, melyiket választanám? És ez a svájci túra hogy megy? Gyalogtúra? Gyalogtúra, igen. Akkor ezt az utóbbit választanám, mert most most ez áll hozzám legközelebb, nagy többnapos gyalogtúrákat is csinálni. Azt hittem, hogy az általad választott minőségi bor volt a, ami végül is emellett tette le a pontodat. Az, az is egy jelentős jó pont. Értem, értem. Igen. És az utolsó kérdés még Csíktől. Alszol-e még bármilyen új szerkezeteddel az ágyban, vagy a csónak amúgy sem fér el ott? A csónakban kintalvós túrákon alszom egyszer tényleg előfordult, hogy amikor hazavittem új országúti versenybringámat, és feleségem bejött a fürdőszobából, hogy elfoglalja a hitvesi ágyban az ő felét, azt kellett látnia, hogy már foglalt. Tényleg befektetted a bringát az ágyba? Tényleg befektettem, és alvás színlelve, áhitatos pofával fogtam a kormányát a másik párnán. És hogy rágált erre a feleségem, aki a, legjobb, a, világ legjobb őrült ember felesége, mindenben nem csak, hogy tűri a, a extrémitásaimat, hanem aktívan, tevőlegesen segíti a mai napig. Elmosolyodott, és a bicikli születésnapjára tortát sütött. Hát meg, meg, meg tudod fejelni azért még a válaszokat, még valami extremitással, tényleg. És, 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 és most ősszel is volt kettős születésnap, az új fekvőbringám és két éves volt, az új fölfújható kajakom egy éves volt. Mind a kettő ott állt a Napaliban, és viszkivel kocintottunk az egészségükre. Hihetetlen. Azért sok mindenre gondoltam, amikor ö, már megfogalmazodott bennem, hogy én meghívnálak téged. Ö, aztán, ö, hát ahogy a kedves kollégáiddal is beszéltem telefonon, illetve hát különböző mindenféle fórumokon, ö, hát már egyre jobban vártam a pillanatot, hogy mondom, most már tényleg ismerjél meg, mert hogy annyi történetet hallottam tőled, rólad, mind, valami egészen hihetetlen. Na, de még, még menjünk tovább, mert még, még vannak azért itt kérdések. Rákár Gábor, Melyik volt a legemlékezetesebb születésnapod? Hát voltak nagyon emlékezetesek. 1963-ban, 20 évesen egy nagyon gyönyörű tátrai mászótúra. 33 évesen egy csodálatos hegymászó túra az Alpokban, 43 évesen jöttünk le feleségemmel, kistányommal, végig a fekete a Dunán Kenuval. E, 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 és akkor 53 e, e, öt, öt, évesen, most hirtelen nem is jut eszembe, hogy akkor, akkor mi volt. 63 évesen egy őrületes kanyont jártunk be, kettesben egy cimborámmal Jordániában. Háromnapos, őrületesen nehéz túra volt, hosszú kötélereszkedésekkel, vizesésekben ereszkedve, meg ta beszorult tavakat átúszni hátizsákkal, meg, meg minden. Mindenféle észszerű szabály szerint bele kellett volna halnom, de óriási élmény volt és a 70. nagyon csodás volt, a lányom megszervezett nekem valamit, nem tudtam, hogy mi az, csak azt tudtam, hogy bugyi községből el kell indulnom valamerre biciklivel, és meg volt adva az útvonal, hogy merre, egyedül. Egyszer csak csatlakozik hozzám egy régi hegymászótás. Befordul mellénk feleségem. Aztán még valaki, még valaki, még valaki, és kiderült a terv, hogy pontosan 70 kilométert kell megtennem a, a Miklósi vendéglőig, ahol a parti lesz, és mindenki annyi kilométernél csatlakozott be, ahány éves koromban megjelent az életemben. A végén már, már egy hatalmas csapattal mentünk. Pályatársak, barátok, rokonok, sportársak, család, mindenki. De ez azt jelenti, hogy téged nagyon szeretnek? Igen, igen. Azt jelenti, nagyon boldog ember vagyok, nagyon sokan szeretnek, és nagyon. Meg tudom érteni. Üh, Pap Tibor, mindig azt szoktad mondani, hogy a túlélt életveszély legyen minél nagyobb. Mi volt a legnagyobb túlélt életveszély az életedben? Hát nagyon sok alkalom volt, mikor ott volna a fogamat. Rally navigátor voltam három évig, a hegymászásokon is, meg ezen az őrült kanyontúrán, meg, meg az egy életbiztosítás, amikor országúti brigával járja a hágókat az ember, lefelé autósorokat, autóbuszokat előzve, 60-70 kilométeres sebességgel a baloldalon oldalon. Őrület, őrület. Sízések, vízen is mindenfelé. Azt szoktam mondogatni, hogy azért élek még, mert ezerszer volt több a szerencsém, mint az eszem. Hát és visszatértünk ugyanoda, hogy igen, te bevállalod, és, és hát repül mögötted akkor az őrangyal. A bírja a tempót tartani. Ha bírja. Egészen hihetetlen. Kristóf, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és az Autorevű című könyvet pedig külön köszönöm. Hogyha ö, ez nem születik meg ez a könyv 1986-ban, akkor valószínűleg autós műsorom nekem most nem lenne, úgyhogy köszönöm szépen azt, hogy itt lehetek ebben a műsorban. És köszönöm, hogy elfogadtad nekem a Nekem öröm volt a beszélgetés, köszönöm én is. És nagyon sok, nagyon-nagyon sok kilométert kívánok neked Földön, vízen levegőben. Köszönöm! köszönöm.